Köszöntöm kedves nézőinket, műsorunk eheti adásában a december 6-ai képviselőtestületi ülés 4. részét láthatják. Köszönöm a szót, polgármester úr, az előbb a vajas parti fák kivágásával kapcsolatban azt próbáltam érzékeltetni, hogy ez a városvezetés nem tudja felelősen kezelni a fakivágásokat. Itt most arra gondolok, hogy rendben, hogy nem az önkormányzat. Folytathatom, polgármester? Hallgatjuk, igen, hogy nem. Nem arra akartam célozni, nagyon jól tudjuk, hogy nem a város vágatta ki a fákat, azt viszont igenis kellett volna a város vezetésnek tudni, hogy ki fogják vágni a fákat, hogy ezt utólag tájékoztatnak minket, miután egy közösségi oldalon megjelenik, és nem az első alkalom, hogy a város polgármestere nem tudja, hogy mi történik ebbe a városba. És visszatérve a mostani koncepcióhoz, először a koncepciót meg kell beszélni. Azzal egyetértek az előttem szólóakkal, hogy nem utólag kell a város lakosságát tájékoztatni, hanem előre. Ha eltervezték, hogy szeretnék a fákat kicserélni, akkor előre kellett volna tájékoztatni, nem pedig dönteni, és akkor majd utólag megmagyarázzuk nekik, hogy miért ez a döntés. De egy elvi döntést akkor kell meghozni, amikor látjuk rá az anyagi fedezetet, ha van rá pénz, mert itt csak a levegőbe beszélünk, és majd 4-5 év múlva visszatérünk rá. Köszönöm. Még egyszer mondom képviselőasszonynak, hogy ma se tudom, hogy képviselőasszony most ugye ön is figyel. Képviselőasszony ugye figyel most. Én például most nem tudom, hogy ebben a pillanatban hány lopást követnek-e a városba. Majd ha a rendőrség jelezni fogja felém, akkor fogom tudni. Körülbelül ilyen kérdéseket tesz föl. Engem a vízügyi hatóság nem tájékoztat, és miután léptünk, miért tájékoztattak bennünket a lakosaink, azonnal kértünk tájékoztatást, és fölraktuk az oldalainkra. Na, meg szétszakadok, se tudok más csinálni. Ez a véleményem, a többiről megegyezik a véleményünk. Majd kíváncsi vagyok, ha ön is olyan helyzetbe kerül, és nem tud valamiről, akkor a felelősséget átvállalja. Én átvállalom, mondtam, hogy ezzel nincsen bajom, de amiről nem tudok, arról nem tudok választ adni, csak akkor, amikor már van információm. És ez nem az, hogy én nem, megyek-e utána, vagy nem megyek az információ után. Szabó Balázs képviselő. Köszönöm szépen a szót. Erre a szakmai beszámolóra, vagy egyeztetésre én is, ahogy Bolvári képviselőtársam fogalmazott, kétkedve érkeztem. És talán ugye én voltam az, aki felvetettem itt a fák tradicionalitásának az ügyét, de én is meg lettem győzve, hogy ez az anyag szakmailag jó. Egy szépség hibája van, az ára, amennyibe kerül. És ugye abban is egyetértek Bolvári képviselőtársam, hogy laikusak vagyunk. Annyira laikusak vagyunk, hogy mikor a végén ugye az ütemeknél ott volt, hogy mennyibe kerül, így hanyattestem a székbe, hogy ez ilyen sok, és még csak az első ütemnél tartottunk. Én már azt nagyon sokaltam. És nekem semmi bajom ezzel az anyaggal, de viszont, ahogy mondta a műszaki osztály vezetője, ha most döntünk, utólag már csak a pénzügyi fedezetről döntünk majd. És én ezt nem szeretném, megmondom őszintén. Nem tudom, hogy miért ördögtől való azt, hogy ez most levegyük napirendről. A tervdokumentációt, ami ki van fizetve az önkormányzaté, ha jól tudom, az egy dokumentum arra, hogy be legyen építve az első ütem a költségvetési tervezetbe. Majd legyen időnk előkészíteni és megszervezni ezt a lakossági fórumot, ahol a Tibor ugye a lakosságnak is a tervet bemutathatja, és utána a koncepciót az első ütemnek a költségvetésével, vagy illetve a költségvetésnek a megszavazásával együtt szavazzuk meg. Szerintem így helyes, és így követendő, ha nem csak akkor már egy sima koncepcióról szavazunk, hanem úgy szavazunk a koncepcióról, hogy látjuk a pénzügyi fedezetet, és a pénzügyi fedezettel együtt, legalább az első ütem pénzügyi fedezettel együtt szavazzuk meg a koncepciót. Úgyhogy én támogatni fogom az ügyrendi javaslatot. Köszönöm szépen! Bolvári Ferdinánd képviselő úrnak adom el a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr! Először Simon képviselőtársamnak szeretnék reagálni. Nem járunk messze egymás véleményétől, de az a véleményem mégiscsak, hogy egy lakossági népszavazás, az csak egy lakosságira bízni a döntést, csak úgy lehetne, ahogy szó volt, hogy népszavazást. Azt, hogy eljön ide a lakosság egy része, és a véleményeiket meghallgatjuk, az nem fogja tükrözni a teljes lakosságot, és én azt gondolom, hogy nem is szabad rájuk hárítani.
Ezt a szakembereknek kell fölvázolni, és nekünk képviselőknek felelősségteljesen el kell tudni dönteni, vagy így, vagy úgy, de ezt nekünk kell fölvállalni. A lakosság kérdezése az egy végtelen, elnyúló folyamat lenne. Én azt gondolom, hogy a pénzügyi fedezet az megteremthető. Jól emlékszünk, hogy nemrégiben az adóink olyan mértékben folytak be, hogy a tartalék keretben már majdnem bekerült 3,5 millió forint, ami már fedezte volna egy részét a fáknak. Én bízom benne, hogy össze fog jönni jövőre az a pénz, és hogyha már előre figyelünk rá, tudunk úgy csoportosítani, hogy meglegyen. De egyet értek önökkel abban, hogy ne döntsünk most abban, hogy most ilyen fa vagy olyan fa, de valamiről mindenképpen döntsünk. Döntsünk arról, hogy igenis a város képviselőtestülete szeretné, hogyha megoldódna ez a probléma, legyen fásítási program, ez már egy döntés. Ha ma ezt meghozzuk, egy lépcsőfokkal már följebb vagyunk. Ezt lehet módosítani, tehát ez nem gond, azt hiszem, jegyző, már módosítottunk ennél komolyabb előterjesztéseket is, szerintem. Maradjunk abban, hogy egyelőre én vezetem az ülést, jó? Tehát én azt szeretném javasolni, hogy ma, és valamilyen döntés nélkül ne menjünk innét haza, tehát valamit döntsünk. És még azt szeretném kérni, hogy a főépítész urat hallgassuk meg arról, hogy miért pont ezek mellett, a fák mellett döntött. Elmondta már, még egyszer, nem véletlenül nem adtam szót, egyszer már elmondta. Még egyszer nem hallgatjuk végig. Rendben, elfogadom, rendben. És még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, hogy ezt a felelősséget nekünk választott képviselőknek kell merni, fölvállalni. Köszönöm. Én is köszönöm. Még mielőtt ügyrendit fogok szavaztatni. Én azért örülök, és furcsán hangzik az én számból, hogy így eljön, mert behoztunk egy anyagot. A testület vitatkozott rajta, nekem nem presztízs kérdés, hogy a döntést meghozzuk, vagy nem. De bizonyos döntések nélkül nem lehet előre haladni. És most a testület azt mondja, hogy igen, még nem érett a döntése, meg fogjuk szavazni, hogy vegyük le, ha kell, akkor hallgassuk meg újra a lakosságot, ha eljön. Ha nem jönne, akkor nem tudom, mit csinálunk, akkor nézzük egymást megint, meghallgatjuk újra az előadást, megnézzük az eddig is kész levő terveket, és utána, ha tetszik, ha nem, döntenünk kell. A pénzügyi fedezet az egy másik kérdés. Azt elmondtam, hogy anélkül nem fogunk menni. Nem lehet, mert utána, ha tetszik, hanem valami koncepcióból kell adni valami költségbecslést, tehát anélkül nem lehet, hogy lássuk, hogy mi van. Akkor lehet dönteni, hogy egyáltalán neki kezdjünk, vagy ne kezdjünk-e pénzügyileg. Tudunk-e szerezni pályázatot, vagy pedig a országgyűlési képviselőnk keresztül tudunk-e pénzekhez jutni egyéb dolgokon. Tehát én minden további nélkül azt fogom javasolni most már az ügyrendi belül, hogy döntsünk arra, hogy leveszünk, nem engedek több hozzászólást. Tehát az ügyrendit fogjuk megszavazni, mert most már olyan kérdés körökfele megyünk el, ami nincs értelme. Tehát ügyrendit, hogy vegyük le napirendről. Aki egyetért azzal, hogy vegyük le és visszakerül, azokkal az észrevételekkel a jegyzőkönyvekbe bekerült, hogy kezdeményezni fogunk egy lakossági fórumot, meg fogjuk hívni rá a szakmai előadót, előkészítjük, és utána vissza fog kerülni egy koncepcióba. Én annyit látok, hogy a 19 évben már a megindításra nincs lehetőség. De akkor ügyrendi kérdésről szavazunk, aki egyetért azzal, hogy vegyük le napirendről, azt kérem, igennel szavazzon. Hét igennel levettük napirendről, úgyhogy köszönöm szépen. Még egyszer fölhívom a figyelmet, hogy vegye olyan komolyan mindenki a munkát, ha meghirdetünk egy komoly témába, akkor vegyen részt, és ne pedig utána hozokodjon elő, hogy ő nem tudott semmit. Köszönöm a napi rendet, ezzel zárom. Köszönöm, és majd fölvesszük a kapcsolatot, és a szakmai részt még folytatni köszönöm. Fogjuk. Egy napi rendünk van által, nem? Én nem érdekel, október 3-ra fönt van a honlapon, kész. Hát én nem járatok föl, meg nem mondhatom, hogy olvassák-e a honlapot.
Ezért tartom az egészet egy fölösleges vitának, de kész, lezártuk a napirendet. És egy ügyrendi van fönt, tessék. Fogja most egy 2 perces szünetet. Természetesen. Jó, folytatjuk a képviselőt, most zárjuk le azért, meg lesz hirdetve, kíváncsi vagyok, hányan jönnek el. Október 3 óta ott van a honlapunkon fönt az egész anyag. Nagy érdeklődés volt utána. De hogy mindenki megnyugodjon, én is megnyugodjak, megszervezzük. És utána újra visszakerül, és akkor se lesz pénzügyi fedezet még rá. Ezt most mondom. Koncepciót fogunk akkor is szavazni. Jó, következő napirendi pontunk, Kalocsa Szent István Kiállata intézményvezetői pályázat véleményezése. Bemap utcai iskola továbbra, és az a véleményem, hogy ugyan mondunk róla vélemény, de minek? Vagy Eperföld elnézést. Hát ott van mellette, asszociáltam. Eperföldi iskola. Van-e valakinek kérdése az anyaghoz? Kérek figyelni, van-e kérdés az anyaghoz, intézményvezetői pályázathoz? Ha nincs, akkor észrevétel vélemény van-e? Dr. Fülvi Géza képviselő úr. Köszönöm, polgármester úr. A jogi bizottság tárgyalta az előterjesztést, és egyhangulag elfogadásra javasolja. Köszönöm. Bolvári Ferdinánd képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Kulturális Oktatási és Szociális Bizottság meghallgatta a jelöltet, és egyhangulag támogatja a jelölt, vagy a jelöltnek a támogatását. Köszönöm. Van-e még más? Jó, nem mi vagyunk, mi csak véleményt alkotunk. Klik fog kinevezni. Akkor szavazunk, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat pozitív véleményt adjon, azt kérem igennel szavazzon. Igennel javasoljuk azt, hogy Vajda Henrietta kapja a megbízást a Kalocsa Eperföldi Sportiskola általános iskola intézményvezeti feladatának ellátására, és egyben engem felhatalmazott arra a képviselőtestület, hogy a döntésről a intézmény fenntartó központot bajai tankerület igazgatóját értesítsem. Egyebek napi rendi pontokhoz értünk. Angeli Gabriela képviselőasszonynak van egy, ha jól jegyeztem föl. Köszönöm a szót, polgármester úr. A Kubikus Parkban a futballpálya kapuinál a hálókról lenne szó. Augusztusban jeleztem a Parkgondozó Kft. Felé, hogy elszakadtak a hálók, és ki kellene cserélni. A hálókat szeptember elején meg is vették. Ezek a hálók azóta ott vannak a parkgondozóba, egy íróasztalon, egy fiókba, nem az a lényeg, hogy hol vannak. Megvannak a hálók, volt rá keret, és mégsem sikerült feltenni ezeket a hálókat. Legutóbbi érdeklődésemre azt mondták, hogy nincs ember. Egyszerűen nincs, aki dolgozik a parkgondozóba, és nem tudják így a munkát elvégeztetni. Most én nem arra szeretném önt kérni, polgármester úr, hogy rakják fel ezt a hálót, mert most azért télen nincs ennek túl sok értelme, hogy a hálókat felrakjuk. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy most már nem munkahelyeket kell teremtenünk, mint 14-ben a kampányba ígértük, hanem egyszerűen ezeken a munkahelyeken nincs ember, aki dolgozik, mert hogy normális havi jövedelem kellene ahhoz, hogy valaki itt maradjon a városba, és hogy dolgozzon, és nem tartom túl jónak, hogy a közfoglalkoztatókkal kell minden munkát elvégeztetni, akár képesek rá, akár nem képesek rá. Úgyhogy polgármester úr, szeretném, hogyha most már arra fektetnénk a hangsúlyt, hogy mi lenne a lakosság igénye, mi azok a döntések az ő érdekükben történne meg. Erre a hálóra pedig visszatérünk valamikor, amikor jó idő van, ha még mindig nem sikerült felszerelni, akkor szeretném kérni a segítségüket, hogy felrakjuk ezeket a hálókat. Köszönöm szépen, észrevételével egyetértek, de 14-ben nem ígérte a munkahelyeket, az valaki más volt, aki munkahelyeket ígért. Még mielőtt ebbe belemennénk. Hálókról megintézkedni fogunk, hogy kerüljenek ki. Ma se értem, hogy miért. Mert ez hozzáállás kérdése, és nem munkaerő kérdése. De tájékoztatni fogom, hogy az íróasztal mellő mikor kerülnek ki a hálók. És most már én is úgy látom, hogy erre az időszakra nem hiszem, hogy ki kellene raknunk a téli időre, de
természetesen oda fognak figyelni rá. És a cégeknél van annyi munkaerő, hogy ezt el tudják látni. Jó, akkor polgármesteri tájékoztatót tartanak. Ja igen, egy kérdés van. Kettő kérdés, jó. Köszönöm. Arról a tűzifa támogatásról lenne szó, arról a 12 000 forintról, ami december 15-ig meg kell kapnia azoknak a lakosoknak, akikhez nincs bevezetve a gáz, és ezzel kapcsolatban szeretnék jegyző úrnak kérdéseket feltenni, hogy átutalták-e már városunknak azt a valamivel több mint 4 millió forintot, amiben ez a 12 000 forintoknak a kifizetése kerülne, és hogyha még nem utalták át, akkor mikor várható, hogy a város megkapja ezt a pénzt, és ha megkaptuk, akkor milyen formában tervezik ennek a 12 000 forintnak a kifizetését, pénzben, utalványban, vagy tűzifában, illetve kik viseli a költségeket, tehát az önkormányzatnak kell viselni a kiosztásnak a költségeit, vagy erre is kap majd az önkormányzatunk valamilyen támogatást. Megadom a szót a jegyző úrnak, állami dolog. A legelső kérdés, csak egy nagyon fontos, 2019. december 15-ig kell kiosztani, tehát nem 18, 19. A város 4 millió 44 ezer forintot fog kapni erre a célra, ez 337 lakást jelent, illetve háztartást az igények alapján. A pénzt nem kaptuk meg, várjuk a támogatási okiratot, hogy megküldjék, azt alá kell írni és vissza kell küldenünk, hogy pontosan milyen formába és milyen menetbe, erre már a kormányhatározat annak idején utalt, hogy egy BM utasítás vagy egy határozat fog ezzel kapcsolatosan kijönni, ami a részletes szabályokat fogja tartalmazni. Jelenlegi kormányhatározat az összeget tartalmazta, illetve azt, hogy ezen összeget nem lehet a kiszállítás költségeire fordítani. Nekem ebből az jött le, hogy tulajdonképpen majd a támogatottnak, tehát a személynek kell majd elszállítani például onnan, hogy milyen formában, ugye voltak már korábban úgymond lehetőségként belengetve, hogy utalvány formájában egyes önkormányzatok lobbiznak tudtom arra, hogy készpénz formájában legyen, várjuk ezt a BM utasítás határozatot, vagy valamilyen formájú leíratot, hogy pontosan mi az elvárás ezzel kapcsolatosan. Valószínűleg, hogy meg kell pályáztatnunk a beszerzést, és a beszerzés után tudjuk ezt majd lebonyolítani. Annyit kiegészítésképpen elmondok, hogy az önkormányzati szövetségek foglalkoztak ezzel a kérdéskörrel, és ők vetették fel a kormányzat fele, hogy nem megoldás az, hogy természetben is az önkormányzatok vállalják fel a kifuvarozást, meg az sem, hogy itt olyan települések vannak, ahol nincs tűzép, nem lehet beszerezni, stb. Ezért kérték, hogy a kormány fontolja meg azt, hogy utalmány formájában vagy készpénz formájában adják ezt ki majd, és ezt az önkormányzat hozza szét azok a pályázatok alapján, hiszen ez nem önkormányzati volt, ami van, ebben még döntés nem született. Tehát úgy látszik, hogy nem csak az önkormányzatnál mennek lassan a dolgok, hanem néha a kormányzatnál is. Várjuk a döntést. Egyébként hozzáteszem, hogy ami nekünk van, mert van tűzifánk, szociális alapon mi elkezdjük osztani a miénket. Ez nem az a... ez nem az. Mivel van, rendelkezünk tűzifával, ugye tavaly évről sikerült ugye szereznünk, illetve tavaly megoldottuk, most már száraz fánk van, tehát azok, akik rászorulnak szociális alapon, a bizottság döntést hoz, és azok megkapják, de még egyszer hangsúlyozom, az nem ez a fa. Ez a 12, ami még kompenzációként ugye a gázzal tüzelők már megkaptak, tehát ez viszont a fatüzelés, illetve a széntüzelésűek, illetve a központ, jól tudom, akkor a de azok is megkapták, akinek központi fűtése volt. Tehát erről még van, pont ezért, mert technikai és sok önkormányzat, kis önkormányzat jelezte, hogy technikailag problémája van, ezért megfontolás alatt van, várjuk a döntést, és akkor utána a jegyző intézkedik ebbe a dologba. Képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim, egy nagyon gyors kiegészítést szeretnék. Polgármester úr ígérte a munkahelyeket, csak ellen szemben az általam idehozott cég az már több mint 100 munkahelyet teremtett is. Ennyit a előző képviselő asszonynak odabökött szúrásra. Én azért kértem szót, és mondtam, hogy kérdést szeretnék föltenni. Úgy látszik, hogy a kalocsai lakosság egyre aktívabb, és ez nem csak a fák kivágása, hanem
úgy tűnik, hogy lehet, hogy ők is érzik, hogy a testület és a polgármester is a választási időszakhoz közeledik, és ezért kérdéseket tesznek föl. Nagyon helyesen nekem például a Postal Ádámba rakták be ezt a levelet, és arról szól, és föl is olvasom, hogy minden szó elhangozzék, hogy ezeket kérdezzem meg polgármester úrtól. Török Ferenc képviselő úr részére, tisztelt képviselő úr, kalocsai lakosként önhöz fordulok, mint képviselőhöz és volt polgármesterhez. Sajtóból értesültem a Békés Kalocsáért Egyesület megalakulásáról, amihez az alapítóknak gratulálok. Ez a civil egyesület megkapta Kalocsaváros címerét. Kérdezni szeretném, nem volt-e elhamarkodott a címer használat hozzájárulása a polgármester részéről? Ez egy kérdés. Nem érzi a képviselőtestület visszásnak, hogy a polgármester annak az egyesületnek engedélyezi a város címer használatát, aminek ő az elnök helyettese? Második kérdés volt. Nem megtévesztő-e ez a lakosság felé, hogy magánszemélyek egyesületnek a város címere a jelképe? A kalocsai önkormányzat más formában is tervezi-e támogatni a Békés Kalocsáért Egyesületet? Véleményem szerint Bálint József polgármester nem járt el tisztességesen a címerhasználat engedélyezése kapcsán. Ilyen biztosan nem fordult volna elő Török Ferenc polgármester idején. Kérem török képviselő urat, a testület felé tegye fel ezeket a kérdéseket a polgármesternek. Várom a polgármester válaszát, köszönettel egy kalocsai lakos. Én ezt beszkennelvel az ön titkárságára el fogom juttatni, és a kérdésekre pedig kérem adjon választ a lakónak. Jó, hát a Békés Kalocsáért Egyesület létrehozása nem az én kompetenciám, a 14 fői, aki létrehozta, és annak van egy elnöke. És ez nem tartozik a képviselő testületre sem, és egyes személyekre sem. A 14 törvényesen kérte a bejegyzését, a bíróság jóváhagyta, nem értem, hogy ez miért nem merült fel az ökénél, miért nem felült fel a Jövő Kalocsáért Egyesületnél ezeket a kérdéskörök. Most hirtelen ez van, én még nem kezdtem a kampányt. Képviselő urak, hölgyek, én elmondtam, hogy én szabtam magamnak egy időhatárt, majd akkor fogok dönteni, hogy én indulni fogok-e vagy nem. De mindegy, mert már van, amire kell válaszolnom. Tehát, jó, majd utána majd, igen. Tehát ezért nem fogok arra a kérdéskörökre beszélni. A címer használata bejött egy kérelem, nem én írtam saját magámnak, megnéztük a jogszabályi előírásokat, ezért engedélyeztem, jó szívvel. Majd ha rossz helyre vagy rossz, ezért használják fel, akkor vissza fogjuk vonni. Ugyanígy a névhasználatot is, és minden egyes egyesületnek engedélyeztük, eddig is akár a motorosokról volt szó, akár más egyesületről. Az ők céljait, amit a bíróság fele bejelentettek és megfeleltek, és ez megfelel a magyar jogszabályoknak, megadjuk. És nem fogok azon meditálni, hogy kinek tetszik, kinek nem. Jogszabálynak megfelel, város érdekeit nem sérti, akkor meg fogjuk adni. Úgyhogy törvényes volt, és annak is tartom, és nem tartom etikátlannak. Hogy ön megadta-e, vagy nem, ez az ön kérdés körébe, és nem is akarom megválaszolni ezt a kérdést. Nem tartozik ide. Az, hogy ki mennyire fejleszt, nálunk is indulni fog hamasolni egy munkaprogram, ezt csak jelzem, csak én előre nem jelentem be, mert én már a gombákból megjöttem, hogy 300 darab gombatenyésztő fog itt működni. Úgyhogy ebbe a vitában, meg ebbe a versenyben nem kívánok részt venni. A mostani körülményeket tesszük figyelembe. Nekünk egyébként is a föltételeket kell biztosítani, más, de ezt le is zártam, tehát nem a témához tartozik, csak ha már felhozta a képviselő. Kérem azért, és ami megválaszolható, azt meg fogom válaszolni, de ami nem tartozik rám, hanem magára a egyesület, azt majd az egyesület megválaszolja, akarja. Katus Attila képviselő. Vitát nem fogok rendezni. Föl akartam hívni a figyelmét, hogy a török képviselő úr azt mondta, hogy válaszolja meg a levél írójának. Tehát én nem tudom, hogy van-e aláírás az a levelen, de ne legyen már ez a testületű befelett szokása, hogy névtelen levelekre itt válaszolgatunk, mert sose volt szokása. Valakinek kérdése van, az írja oda a nevét, vagy a török Ferenc, ha őnek ez a kérdés, akkor az ő nevébe tegye fel ezután ezeket a kérdéseket. Köszönöm. Kérdezem, hogy a választ elfogadja a képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Elhangzottak válaszok az ön részéről, majd remélem, hogy az író nézi a
közvetítést, és levonja belőle, hogy megkapta azt a választ, amit szeretett volna. Azt gondolom, hogy érintette a kérdéseket, az, hogy a válasz mennyire volt teljes, azt nem tisztségem eldönteni. Katos képviselő úrnak meg a megszólaltat... Nincs vita egyébként, nem, igen vagy nem, elfogadja vagy nem. Régen tárgyaltak, hogy a Miskérő telefonáltak vagy szóltak címben, azt is megtárgyalták. És azt gondolom, hogy ha egy képviselőnek bedobják akár névtelenül is a levelet, akkor az a feladata, hogy idehozza és felolvassa. Köszönöm. Jó, akkor kérdezem újra, hogy igen vagy nem a válaszadásra. Igen. Köszönöm szépen. Megjegyzem, nem kívánok egy egyesülettel se foglalkozni képviselőtesten belül, tehát akár tetszik valakiknek, akár nem. Érdekes módon ez soha nem került elő más egyesületeknél, most igen. A polgármesteri tájékoztatót elmondanám, tehát egyszer adtunk egy tulajdonosi hozzájárulást két iskola, Kertváros és Seperföldi pályázatához, egy Tesco-s pályázat keretében szeretnének fejleszteni. Ez megadtuk a tulajdonosi hozzájárulást. Ugyanígy tulajdonosi hozzájárulást a Kalocsa Martinovics utca 13 egy szám alatti épület tankonyad lapostető szigetelés és belső hőszigetelési munkálatok végrehajtásához az Innovációs és Technológiai Minisztérium által biztosított támogatáshoz a Bajai Szakképzési Centrum részére, és ugyanígy az Emberi Erőforrások Minisztérium által nyújtandó támogatáshoz kapcsolódóan tulajdonosi hozzájárulás volt. A támogatási kérelmet a Kalocsai Sport Egyesület nyújtotta be, Kalocsa külterület 0702 egyrazi számok kivett üdülő csónaktáról udvar művelési ágú jellelek KSE evező szakosztály által használt csónakház bővítése érdekében. Ezek alapján a kiszolgáló épület bővítésére kerülne szó, támogatás összeg 20 millió forint kedvezményezett Kalocsavárosi önkormányzata, ami tulajdonunk. Ez nem a másik evezősről van szó, hanem ez a rendes KSE egyesületről van szó. Ők jelezték, ehhez kellett tulajdonosi hozzájárulás. Természetesen megadtam. Az előbbieken túl a polgármester beszámolt a szemétszállítási díjakkal kapcsolatos fejleményekről, ugyanis, mint elmondta, a háttérben folyamatosan dolgoznak a probléma megoldásán, és most a felmerült kérdésekre választ is kaptak az illetékes minisztériumtól. Az államtitkár leveléből kiderült, hogy lesznek változások a díjszabásban, de csak miután megtörtént a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakulása. A polgármester tájékoztatást adott a testület tagjainak a zöld hulladék elszállításának menetéről és a Paksi közivasúti átjárónál történő munkálatokról is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!